Sok szeretettel köszöntjük a televízió nézőket. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a járási rendszer kialakításáról szóló elképzeléseit, miszerint Budakeszi járási székhely lenne. És ez a járási székhelyhez tartozna Budaörs, Budaenő, Budakeszi, Biatorbágy, Hercegfalon, Nagykovácsi, Pátty, Remeteszőlős, Telki, Törökbálint és Zsámbé. Dr. Csutoráné dr. György Otiliát, Budakeszi polgármesterét kérdezem, mit gondol a tervezetről? Sok szeretettel köszöntöm én is a nézőket. A kormányzatnak központi célja a jó államnak a kialakítása. A jó állam kialakításához feltétlenül hozzátartozik a közigazgatás átfogó reformja is. A közigazgatás átalakításának a közjót szolgáló egyik eleme a járások kialakítása is. Nagy örömünkre szolgál, hogy a járási rendszer kialakításáról szóló tervezetben Budakeszit jelölik meg, mint lehetséges járásközpontot. Budakeszi a járás területének középpontjában helyezkedik el, útban Budapest felé. A járási központ kialakításakor a döntéshozóknak szükséges mérlegelni, hogy a kiválasztott helyet lehetőleg minden pontból egy időben és hasonló költséggel lehessen megközelíteni. Sokan Budakeszin keresztül járnak dolgozni a fővárosban nap mint nap, miután például iskolába, óvodába hozták a gyereküket Budakeszire. Tény, hogy városunk a közúti megközelíthetőség és a tömegközlekedési lehetőségeket is figyelembe véve a legkönnyebben megközelíthető körzetközpont a zsámbéki medencei települések szempontjából. A Budakeszi lakók számára milyen előnyökkel járhat az, hogy településük járási székhelyé válik? A budakeszi lakosok számára az, hogy az állami közlekedési ügyeiket helyben, gyorsan, szakszerűen tudják elintézni, nagyobb belül nem is lehet ezzel időt, és pénzt spórolnak saját maguknak is. Azzal, hogy az új állami közlekedési feladatokat itt kell majd ellátni, nagy valószínűséggel új munkahelyeket is tudunk teremteni. A helyi vállalkozók számára is megítélésünk szerint forgalomnövekedés várható. A tervezett hírére már most megerősödni látszik a vállalkozói kedv, bármilyen hihetetlennek is hangzik. Én azt gondolom, hogy az itt lakók nem véletlenül szerették volna, hogyha Budakeszi városi rangot kapjon és várossá vált. A városi ranghoz nyilvánvalóan hozzátartozik a közigazgatási funkciók ellátása is. Ön szerint Budakeszi járási központtá válásával a forgalomsugrás terén meg fog nőni? Nem tudom, hogy melyik forgalomra gondol a főszerkesztő asszony, az üzletek forgalma bizonyára szintén meg fog növekedni. Bízunk abban, hogy a közlekedési forgalom nem fog olyan mértékben növekedni, ami az itt lakókat zavarni fogja. Ugyanis Budakeszi már most is építéshatósági, gyámügyi, okmányirodai, rendészeti és egyéb kistérségi vonatkozásban is ellát körzetközponti szerepeket, tehát a környező településekről már most is járnak be lakók, és intézik itt ezeket az állami közgatási ügyeiket. Tehát véleményünk szerint a forgalom növekedésével ilyen szinten nem kell számolni. Eddig ugyanis a település a forgalomnak csak a hátrányait tapasztalhatta meg, bízunk benne, hogy most ezekkel a változásokkal az előnyökből is részesülni fogunk a jövőben. Mi a véleménye arról, hogy Biatorbágy, Budaörs, Hercegfalon és Törökbálint települések külön járás kialakítását szorgalmazzák? A felsorolt képviselőtestületek úgy tudom egyhangú döntést hoztak ezeken a kérdésekben. Adott mindegyik településben a lakosok érdekeit leginkább az adott képviselőtestületek tudják érvényesíteni. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben nyilvánvalóan a képviselőtestületek döntéseit tiszteletben kell tartani. A járási központtá válás mennyire illeszkedik Budakeszi város jövőbeli elképzeléseihez, illetve Budakeszi mennyire felkészült erre a feladatra? Budakeszi képviselőtestülete már a tavalyi év folyamán is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és nagyon sokat készültünk erre a szerepre. Képviselőtestület egyhangban döntött amellett, hogy Budakeszi kezdeményezi a járási székhely kialakításának a kezdeményezését a belügyminiszter úr felé. Ezzel kapcsolatos kérelmünkkel megkerestük a környező települések lakóit is. Emellett évvégén egy közvéleménykutatást is végeztünk, melynek eredményeként a megkérdezett lakosoknak a döntő többsége támogatta a közigazgatási szerepkörnek ezt a fajta felvállalását. Én azt gondolom, hogy nem csak a képviselőtestület, hanem az egész település lakossága
ezt egy örömteli, fontos lehetőségnek, esélynek látja, ami az eddigi hét szerepből végül is egy centrum szerepbe, egy központi szerepbe viszi át a települést. Bízom abban, hogy a végső döntés során is Budakeszi járásközpont lesz, ennek érdekében természetesen mi is meg fogunk mindent tenni. Ez a kérdésnek az egyik része. A másik része pedig az, hogy miután a járás, mint szervezetegység, az állam talán legalsóbb területi egysége, ezt a szervezetet az állam fogja felépíteni. Ezt nem az önkormányzati adófizetők, budakeszi adófizetők pénzéből fogjuk kialakítani, vagy fogja az állam kialakítani, hanem az állami költségvetésből kerül majd kialakításra. És bízom benne, hogy megválaszoltuk a legfontosabb kérdéseket, amennyiben további kérdések merülnek fel ezzel a témakörrel kapcsolatosan, akkor arra is természetesen válaszolunk. Mondok mindjárt egy e-mail címet, szerkesztőség@budakeszihirmondo.hu. Ide várjuk a kérdéseket, vagy pedig a Budakeszi Polgármesteri Hivatal titkárságára. További szép napot kívánunk mindannyiuknak! Viszontlátásra!